Jó reggelt, napot, estét mindenkinek. Mondhatnám, hogy itt vagyunk Brassóban, megint a Cenk alatt a szezon kezdő SKV Vertikál Winter részen, de nem, mert ugye Dubajban a szezon elindult, úgyhogy most jöttünk szokásunkhoz híven. Itt szaladjuk le ezt a 21 km körülbelül 1000 méter szinten. Ma nagy szaladás nem lesz, ugyanis november óta nem nagyon tudok szaladni, így inkább egy jó túrázás, aztán ami kijön belőle, majd meglátjuk. Elég jó bandacska összegyűlt, hogy hamarosan indulunk akkor, és a többit az útvonalról. Hát, el is indultunk, az útvonal az már nagyon ismerős. Itt egy pár száz méter a Cenk alatt. Aszfalt, a többi, aztán emelkedünk a gyertek. Itt az élvonal már fel is tért, megkezdte az emelkedést, és pár méter múlva mi is. Itt most lesz körülbelül egy 350-400 méter emelkedünk. Úgy 2 kilométeren, 3 maximum. Úgyhogy ez itt most se változott. Jó combos, az időjárás az kellemes. Van egy 7-8 fok, nincsen még itt sár. Szóval minden adott egy jó túrához. Februárban nincsen hó, ami talán nehézség lehet. A szellemekkel való küzdés az, hogy vannak ezek az apró kövek. Ezek tudnak csúszni, hogyha üzes a felületük. Erre kell vigyázni. Egyébként lehet csapatni. Közben előkerült derizs. Telefon meg kell tenni. Hogy megyünk felfele. Ott Brassó. Jöttünk felfele 143 méter szintet. Körülbelül egy 7-8 perce. Viszont ott már a 10 km első-második helyzetjei utol is értek. Lassan minket. Teljesen más az ő tempójuk, mint az enyém. És most már utol is értek. Itt vannak. Bafte, bravo. Na hát ők teljesen más univerzumban nyomják. Nem csúnya most se. Nincsen hó, de másképp szép ez. Hú. Lassan felérünk a Cenk tetejére. Hú. Hát ez sokkal szenvedősebb volt, mint mire számítottam. Az edzés hiány, betegség, alig, hogy megpróbáltam fejfele futni. Szia! Hajrá, bocs! Egyből 170, inkább 180 felett a pulzusom. Szóval ezt már kell engedni, nem a versenyt, hanem minden számot, ami hozzátartozik. Idő, eredmény, minden. Amennyire lehet, élvezni kell. Úgyhogy innentől kezdve ezt tesszük. És lassan tényleg a Cenk tetején vagyunk. Közel 900 méteren. Nem mutatom, mert gyönyörű kilátásunk van innen. Ez egy szép, mi? Igen. Ott a havas hegycsúcsok, és ott pedig Brassó. És itt pedig egy szenvedő tihamér. Az egyébként a Királykő hegység. És még pár lépcsőfok. És itt van a Cenk teteje.
960 méter. Minden most egy kevés lefele, de gyönyörű. Havas egy csúcsok. De szép. Na, ezt innen folytatjuk. Végre. Kis lejtő. És ott elől már az első friss időpont, ahogy lejöttünk a cengről 4,5 km-n. 4,5 km volt azért 340 méter szinte emelkedés, ami rendben van teljesen. Nyomjad, nyomjad! Majd felérek mindig! Melyiken vagy? Akkor jobbra! Csak így ezt a képet látnátok, akkor nem mondaná meg senki, hogy február 10-e van. Nézzétek, nekem is meg kellett vetkőzzek. Hoppá! Hú, mocskos úr, de egy kicsi ereszkedő most itt kocoghatunk, mert ezt futásnak legjobb jó indulattal se lenne ez. Bravo! Merci! Megvan! 5 km fixen és 43 perc az idő. 447 méter a szintemelkedés. Hát lehet azt mondani szinte, hogy 5 km-en a szintemelkedés fele ki van pipálva. Mondjuk ez nem is futható terep, ez azért sétálósabb ennyi szinten. Hú, picit az, de valaki futotta. Akinek nem két anyja van, tudjuk. Nézzétek. Pici hó. Micsoda szemtelenség, hogy február 10-én még van hó. Fel kell gyere 1000 méterre, hogy angyalkát tudj. Szóval, hát igen, felmelegedés. Hónak, sárnak nyoma sincs. Tényleg olyan, mint hogyha legalább áprilisba szaladnám. Úgyhogy akkor miért húztam hosszú nadrágot? Nem tudom. Hú. Második frissítőpont. Merci. Egy pünkintünk, egy keveset, menjünk tovább. Hú. Eddig volt egy jól futható rész. Körülbelül olyan két és fél kilométer. Most azonban megkezdtük a második nagyobb emelkedőt, és itt már nyomokban havat azért látunk, és egy pici sár is. Igen, de hát ez hozzátartozik. Csodálkoztam volna, és hogyha nincsen. Hú. Ez az emelkedő, amire lelkiekbe mindig készülök. Ez eléggé brutál. Ez semmiképp sem futható. Aztán még. És ez most még nehezebb. Hát látjátok, a tempó az nem óriási, de pulzusom igen. 170 plusz. Hú. Még mindig az az emelkedő. Emelkedtünk, hogy 200 métert egy kilométeren, és még mindig tart. Hú. Meg vagyok halva. De Beri egy folytában ott. Neki ez tényleg túlra. Neki erőltet egy menet. Itt már egész nagy a hó. A lenti helyzethez képest. Ott igen. De a helyzet csak ennyit változott, ugyanis még mindig felfele megyünk. És mindig nagyon el vagyok fáradva. És nem fázol. És nem fázok. Hát felértünk azért 340 méterre. És itt azért
lehet hógolyózni. Hú, hát majdnem 10 km, másfél óra alatt és 882 méter a szint emelkedése, brutál. De jó az, hogy a következő 10 kilométerre csak körülbelül olyan 200-250 maradt. Nagyjából ki van pipálva 10,5 kilométer és 951 méter a szintemelkedés. És most egy keveset tudom futni lefele, úgy 10 kilométert. Hoppá! És itt az eléggé, hát jó, ahhoz képest nem, de a mostani helyzethez itt még eléggé van, hogy sokszor Bokai térdig is el lehet süllyedni, nézzétek. Ilyenkor, mikor havas terepen futsz lefele, akkor a testsúlyodat jó, hogyha egy picit hátra helyezed. Azért, hogyha csúszol, akkor ne essél orra, hanem inkább mégis a fenékre esél. Sokkal jobb, jobban csillap itt a popó, mint a fenci. Nem, jobban csillap itt a popó, mint az orr. És most már fent vagyunk a verseny legmagasabb pontján, 1430 méter, és innen csak lefele. Hú! A videó elején meséltem, hogy ugye eléggé hosszú ideje betegeskedek november óta, de nem érzem magam úgy, hogy egy 21 kilométert nem bírnék meg, főleg ilyen túrázós tempóban, viszont véleményeim rendben vannak, de most érzem azt, hogy itt vagyok 11 kilométernél, 1000 szinttel körülbelül szintemelkedésre, és a lábaim azok nagyon görcsönök, úgyhogy futás. Most inkább csak futogatások. Hoppá! Nézzétek! Hú! Hát itt kell lejönni ebbe. Itt azért van hó rendesen. De ezt élvezem. Én az ilyet nagyon szeretem. Mikor kell egy kicsit technika is. Nem csak annyi, hogy úgy lefele. Húzni ezt? Horszpar! Mások így abszolválják. Hoppá! Hóhely. Most ez a köves rész van. Hát ezt is menem. Ezt, hogyha megvan innentől már. Tényleg csak lazafutást. De... hát egy szép mond összeveredett, ugyanis nem tudtuk, hogy merre kell menni. Most már megvan. Igazából mi voltunk a buták, mert elmondták, hogy a kék háromszeget kell követni, de kerestük a szalagot. Hát megvan. 15 km, 2 óra 8 perc alatt is, 1014 méter a szintemelkedés. Most már lassan visszaérünk az áprilisba. Szalut! Úgyhogy lassan-lassan ki lesz pipálva ez a verseny is. Nem! Hoppá! Még mindig ereszkedünk, hol meredekebben, hol enyhébben, de viszonylag futható, és most már nagyon közel, még körülbelül 2,5 kilométer van a végéig. Itt már nagyon kellemes a levegő, sőt, ahogy én vagyok öltözve, meg azt is lehet mondani, hogy túlzottan fel vagyok. Na hát így haladgatunk lefele, most már ez meg kell legyen innen. Na és már itt is vagyok. De itt, ez az ikonikus hely,
ahol beestem azt hiszem 2020-ba. Nézzétek vissza, innen oda le. Nem, itt testem be, innen oda. Volt mit. Úgyhogy volt ilyen is, de az egész meg van videón, úgyhogy. El kéne nevezni a helyet. De azóta mindig ahányszor megszervezik ezt a versenyt, én itt voltam, tehát kedvem azt nem vett. És most már balkész felül Brassó látszik. Most már előttünk is. Szóval utolsó kilométerek. Akkor, amikor kiérünk most már ide, teljesen Brassó felé, megvan 20 km, kerek 2 óra 40 perc alatt is, 1079 méter a szint emelkedés. Nézzétek! Szuper! És itt a kertek mellett hamarosan vissza is érünk a honnan indultunk. Szerintem. Hát ez az emelkedő ide a végére még nagyon kell. Nem megy rúg, de azért emel. Igen. Ez a végére még kell, mi? Tehát mit csinálsz? Az edződ meglátja. Lapozok! Kell a D-vitamin! Szedem a D-vitamint! Buna! Hi! Ciao! És ez a mi terepünk. Itt nézem otthon magam. És ott elől még 200 méter, és ez a verseny is pipa. Hú! Még egy kicsit megnyomtad. Megnyomtátok ti? Hát én is tudom. Jaj, mi? Menj, fegyegy van bányi. Micsoda tábor? Kinek van még itt? Hú, elgolt ez is. Egy kicsit megpihenünk is. Szerusz, Cefács! Szerusztok! Hú! Bine, nagyon szívesen! Hú, de jó volt! Összességében! 2024-ben ez volt az SKV Winter Vertikál rész. Hát nem az én versenyem volt. Már 10 kilométertől görcsölt a lábam. Ugye edzés hiány, nem tudok szaladni, úgy ahogy kellene. Terepen se szaladgattam sokat, de azért ennél jobban kellett volna bírjam. Egy pillanatig talán az is bennem volt, hogy vajon hogy fogom kibírni. Hát tudtam, hogy úgyis lesétálom, csak a kérdés az volt, hogy hogy. Na de végül meglett, és nem tudom, hogy hogy. Tényleg nem. Egy ennyivel előző. De így is 17 perccel sikerült jobbat futnom ugyanazon a pályán, amin eddig is futottam. És ez kategóriában a harmadik helyre volt elég, úgyhogy kis sikerélmény azért megvan, az öröm megvan, úgyhogy jövünk előre is. Már más nem maradt hátra, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, vigyázzatok magatokra, maradjatok egészségesek, sziasztok!